Halálra motivált ember tragédiája. El tudod képzelni? Halálra csiklandozott, már lehet, hallottál, de halálra motivált. Hogyan lehet ez? A videó végére meg fogod érteni. Üdvözöllek a mai napi vitaminban, amely segít vállalkozásod fejlesztésében, vagy vállalkozásod elindításában. Szóval mi az, hogy halálra motivált ember? Mondok egy példát, és egyből érteni fogod a végére. Képzeljük el, hogy a fiad vagy a lányod, szóval a gyermeked szeretne megtanulni úszni. Elviszel egy oktató, és egy olyan oktató, aki csáká, a legjobb oktató a világon. Mindenki el van tőle ámulva, fantasztikus. És azt mondja, figyelj ide, én megtanítom egy nap alatt úszni a fiadat. Azt fogjuk tenni, hogy folyamatosan motiválni fogom, ordítok rá, ordítani fogok neki, hogy meg tudod csinálni, képes vagy rá, csak akarnod kell. Tehát megtanítom őt, hogy elhiggye. És ne add fel, és ezt fogom neki kiabálni. És amikor már ezt elég sokszor elmondtam neki, és a fiad el fogja hinni, az 5 éves gyerek, akkor tudod, mit fogunk tenni? Bedobjuk a Balatonba, és azt mondjuk, hogy ússzad át. És közben ordítunk neki, hogy gyerünk, csináld, csáká, csáká, ne add föl, meg tudod csinálni, képes vagy rá. És hidd el, kedves apuka, hidd el, át fogja úszni. És ha nem, ha belefullad, akkor nem akarta eléggé. Tudod? Nem akarta eléggé, akkor megérdemli. Na most, ha ezt mondaná neked egy úszásoktat, akkor azt bedobnád a vízbe, vagy valamilyen más drasztikus módszert, nem akarom persze, milyen jut eszembe, de is egy jó pofán vágnál, az biztos, de a gyerekedet nem hagynád ott. És a motivációs, nevezzük így, motivációs mágusok, én így szoktam nevezni, azok ezt teszik, hogy föllelkestenek, gyerünk, te tudod csinálni, képes vagy rá, el tudod érni. És aztán azt mondják, hogy oké, gyerünk, menj és indulj. És elindulsz, de nem tudsz úszni. Nem vagy képes rá. És valószínűleg inkább olyanhoz vinnéd el, aki összör megtanítja az úszásra, akár kis vízben, akár hosszabb heteken, hónapokon át. És akkor megtanult, akár egy-két év is beletennék, ami biztosan, vízbiztosan megtanul úszni, és akkor óriási motiváció nélkül is egy hosszabb távot teljesíteni fog tudni. És ráadásul nem fogsz izgulni azon, hogy megfullad szegény gyerek. Szóval erről szól a saját motivációd is. És olyan érdekes, hogy sokan elmennek ilyen motivációs mágusokhoz. Csáká, csáká, gyerünk! Ha nem sikerül, akkor nem akarod eléggé. És aztán belefulladnak. És az a probléma, hogy minden ilyen cél, amiben nagyon erősen hittél, ami nagyon-nagyon nagy cél volt, és nem teljesíted, és ráadásul elveszted a reményt arra, hogy teljesítsd, onnantól hitevesztett leszel. Elveszted a hitedet. Ezért gyűlölöm azt, amikor azt mondják ilyen tréningen, vagy adják a vetítőn, vagy papírba, kinyomtatott idézetbe, hogy annál jobb, sokkal jobb az, ha nagy célt elbuksz, mint ha sok kicsit elérsz. Ez pont fordítva van. Ne dőj be ennek, ne dőj be a halálra motiválásnak. Ne dőj be annak, hogy addig mondják neked, hogy tudsz repülni, hogy kiugrasz az ablakon, de nem tudsz repülni. Inkább tanulj meg úszni. Tanulj meg mászni a falon, ha már ki akarsz menni és le akarsz mászni a házról. Szóval tanulj először. A hit önmagában tudás és eszközök nélkül, ezt tesz egyébként a legtöbb kimondottan motivációs tréner vagy motivációs mágus, hogy csak motivál, de nem ad eszközt. Eszköz nélkül halálos és megtört, bukott, céljait elbukott ember leszel. Ezért sokkal jobb az, hogyha eszközöket keresel, olyan eszközöket és megoldásokat, amelyekből tanulni tudsz. És nem csak vakon a hit. Persze tudom, és igazad van, a hitre, a motivációra is szükség van. Mindenkinek, nekem is vannak rossz napjaim, sőt, vannak kihívásaim, amivel szembe kell néznem, ami nekem nehéz, még hogyha sok minden könnyű is az én esetemben. Nyilván szükség van motivációra, de a motiváció nem szokott elég lenni. Mindenképpen meg kell keresned, és meg kell tanulnod hozzá az eszközöket. Anélkül nem fog menni. Úgyhogy ezért roppant bánt az, amikor hatalmas ígéretekkel, hiszen nyilván nagyon sok olyan rendezvény, hogy több ezeren elmennek, mert nagyot ígérnek, hatalmasat ígérnek, hogy csoda fog veled történni. De az a rossz hírem, hogy nem fog veled történni. És nem azt jelenti, hogy nem történhet veled csoda,
csak az nem történik veled, hanem csinálod. És a csinálni, mikor lehet csinálni a csodát? A hétköznapokban. A hétköznapokban, lépésről lépésre. Úgyhogy gondolkozz el ezen, hogy hol vannak ezek az eszközök, amik neked segíteni fognak, kik azok a tanítók, akik meg tudnak tanítani, ki az, akiket követned kell. Nekem ilyen a Maxwell, és ilyen a Enkelman, és ilyen a Bob Proctor. Mert mindegyiknél megtalálom a különböző eszközöket. Nem csak motivációt, mindegyik motivál. Hihetetlen a motivál, mágikus a motivál. De eszközt ad. Eszközöket, például a Maxwellnek ez a 21 alaptörvénye a vezetésnek, amely olyan eszköz, hogy amikor így végighallgatod, ha regisztrálsz, végig is tudod hallgatni, el fogom mondani, ki fogom fejteni, mint az ő tananyagaiban, mint a Joe Maxwell team tagja, megkaptam, egyszerűen föl fog robbanni az agyad. Azt fogom mondani, hogy arról a téletben én ilyen akarok lenni, én ilyen vezető akarok lenni. Meg fogod érteni, hogy miért, és meg fogod érteni, hogy hogyan. Azt kell neked, hogy megéld ezt az élményt. Ehhez regisztrálnod kell a sikervitamin.hu-n, és akkor ki fog menni jövő héten ez a hírlevél. Úgyhogy sok sikert kívánok neked, és azt gondolom, hogy ha eredményes akarsz lenni, akkor váljál nagy vezetővé. A nagy vezetők pedig nem már a hónapra születnek, hanem önmagukat folyamatosan fejlesztik. Sok sikert kívánok neked ehhez, írd le a 3 célodat, kézzel, hangosan, és talán írd le 10 dolgot, amiért hálás vagy. Nekem ez a 10 dolog mindig ugyanaz, és az egyik ilyen az élet. Az élet, ha esik, ha fúj. Sok sikert, ciao!